Egy több mint húsz évvel ezelőtt kecskeméten elkövetett emberölési ügyet derített fel a Nemzeti Nyomozóiroda. A gyilkosok annak idején megpróbálták balesetnek beállítani tettüket, ami sokáig úgy tűnt, hogy sikerült is. Most arra azonban kiderült, hogy ők sem kerülhetik el a felelősségre vonást. Baleseti helyszíneléssel indult, emberölés miatti vádjavaslattal fejeződött be egy 23 évvel ezelőtti rendőrségi eljárás. 2000. október 1 éjszaka halálos vonatgázolás történt Kecskeméten, a Mária városi vasútállomás közelében. Az áldozat egy akkor 24 éves helyi fiatalember volt. A baleset után indult államigazgatási eljárás csak annyit állapított meg, hogy az áldozat a halála előtti órákban a közeli diszkóban szórakozott, ahol társaságban alkoholt is fogyasztott. Idegenkezűség gyanúja azonban akkor nem merült fel. 20 évvel később a rendőrök egy orgazdaság ügyében folytatott nyomozás során olyan információk birtokába jutottak, hogy a baleset nem véletlenül történt, a fiatalembert megölhették. Az áldozat holttestét exhumálták, és igazságügyi szakértők vizsgálták meg. Kiderült, hogy koponyáját a vonatgázolás okozta sérülések előtt több ütés is érte. A nemzeti nyomozó irodának több mint száz tanú kihallgatása és számos bizonyítási kísérlet eredményeképpen sikerült rekonstruálnia a történteket. Kiderült, hogy akkor éjszaka két biztonsági őr látszólag minden ok nélkül kivezette a fiatalembert a diszkóból, majd az utcán ököllelés viperával többször megütötték. A maga tehetetlen férfit a vasúti vágányokig vonszolták, majd a sínre fektették és magára hagyták az emberölés feltételezett elkövetőit, a jelenleg 48 éves N. Tamást és a most 49 éves V. Lajost tavaly novemberben fogták el a rendőrök. A két férfit kollégáim gyanúsítottként hallgatták ki, előre kitervelten, aljasindokból elkövetett emberölés büntettével, majd pedig ezt követően mind a kettőjüket bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A nyomozást a napokban fejezte be a készeléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda nyomozó főosztálya és az ügy iratait, javaslattal küldte meg az ügyészségnek. Az ügyiratai már az ügyészségen vannak. A gyanúsítottaknak és védőiknek legalább egy hónap áll rendelkezésükre arra, hogy az eljárás ügyiratait teljes terjedelmében megismerhessék, és az indítványaikat, észrevételeiket megtehessék. Az ügyészségnek egy hónapon belül kell döntenie a vádemelésről. A két gyanúsított letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást emberölés kétszeresen minősített esete miatt életfogytiglanra számíthatnak, és jó esélyük van arra, hogy a bíróság kizárja majd őket a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.